Szerbián kívül az idén 7 országból érkeztek kiállítók Szabadkára. Így a vásáron magyarországi, horvátországi, boszniai, németországi, szlovéniai, izraeli és szardiniai vállalatok képviseltetik magukat. Sikerült megtartani azt a számú kiállítót, ami tavaly volt, tehát az azt jelenti, hogy a vásár érdekes, és nem lankad az érdeklődés. A szabadkai vásárt az idén 1500 négyzetméteres területen tartják meg, rekordnak számító 238 kiállítóval. Magyarország számára, ahonnan az idén is a legtöbb kiállító érkezett, rendkívül fontos ez a rendezvény, ezért a magyar kormány a Nemzeti Külgazdasági Hivatalon keresztül támogatta a magyar cégek részvételét. 16 cég jelenik meg direkt módon, tehát közvetlenül, további néhány cég pedig közvetett módon a termékei szolgáltatásai által, így összességében több mint 20 magyar cég jelenik meg az idei szabadkai vásáron. Fantasztikus szép a kiállítás, és bízom benne, hogy mind a halasi vállalkozók részéről, mind az itt jelenlévők részéről sikerül olyan kapcsolatokat teremtenünk, amik a későbbi években is majd meghatározóak lesznek. Az idén a Piroti Tigar Társaság, valamint a Helyi Gazdasági Fejlesztés Nemzeti Szövetségének, vagyis a NALED-nak a nagyköveti csoportja is hozzájárult a vásár népszerűsítéséhez, az izraeli nagykövetséggel az élén. Szabadka tulajdonképpen ezt a nagykövetséget érdemeltek, így is mondhatom, egy nagyon fontos nagykövetséget, ami keresztül hát nem csak Európában, hanem a mediterrán térségben is tudja értékesíteni azokat a lehetőségeket, amelyek a befektetéseket tudnak ide vonzani ebből az országból is. A vásár fő szervezője az idén is a Szabadkai Piacok Közvállalat, társszervezője pedig a Regionális Gazdasági Kamara és a V-Land Vállalat. Az önkormányzat és a Tartományi Gazdasági Titkárság anyagilag támogatta a rendezvényt, amely június 9-én zárja kapuit.